megmutatjuk, hogyan reagáltak tesztalanyaink a Paint Runner első használata után. Most Pell! Mindenkit köszöntök a Paint Runner Pro kísérleti laborban. Nem titok, hogy a festés a lakásfelújítás Jolly Jokere, mert egy gyorsmázolás több százezer forinttal emeli az ingatlanunk értékét, miközben csak kevés anyagi és időbeli áldozattal jár. Ám ha az ember nem profi festőmázoló, nagyon nehéz elérni a megfelelő minőséget. Látják, milyen rossz a fedése? Nem volt elég egy réteg, átlátszik a háttér. Itt pedig a jól ismert henger vár rám, amit bármelyik barkácsboltban megvásárolhatunk. Mintha az ecsettel húztam volna. Már négyszer átmentem rajta, de egyértelmű, hogy korán sem végeztem a munkával. Több rétegre lesz szükség. Jól figyeljenek, most jön a Paint Runner Pro. Lássuk, hogy milyen fedést biztosít. Jól nézzék meg, mert az igazság kedvéért ezt is négyszer kéne áthúznom, mint az ecsetet vagy a hengert. De láthatják, hogy már harmadszorra is jó a takarás. És nem tűnik át a háttér. Az egyrétegű festés ellenére sem. Egy rétegben vittük fel a festéket, de hatalmas különbségeket tapasztalok. Kimondhatjuk, hogy az ecsettel a festék egyenetlenül tapadt meg a felületen, ez szinte lehetetlen elrejteni. A henger szintén nem fedett rendesen, és látják itt ezt a narancsbőrös felszínt? Tényleg ilyen falat szeretnének otthon?